I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me. Na sziasztok, elérkeztünk egy újabb videóhoz, ami egy unboxing videó lesz. És mit rendeltem? Nem mondjátok meg? Nagyon jó. Tehát vettem egy horgászmágnest. Jaj. Gyors unboxing. Az, hogy mik vannak benne kb. A feléről nem tudom. Vagyis a negyedét nem tudom. Vagy ha tudom is, akkor nem jut eszembe. Tök mindegy, a videóba be fogom rakni, hogy a csomag mit tartalmaz. És akkor nézzük is a következő videóban, mert majd akkor kipróbáljuk, hogy milyen. És ja, bontsuk ki gyorsan, azt akkor csekkoljuk, hogy minden benne van-e, nagyon jó-e. Ja, egyébként nem tudok megállni egy helyben. Mi nézel? Lámpalázas vagyok. Okay. Egyébként 180 kilós mágnes vettem, mert úgy voltam vele, hogy ide bőven elég. Meg amúgy is szerintem nem kell olyan húra nagy, hogy 800-900 kilós, 180 kilós mágnes kezdésnek meg pláne elég. Szóval akkor nézzük is, hogy milyen. Na, csekkoljuk. Ja, egyébként van benne vödör, azért jött ilyen nagy dobozba. Na, szóval, amit a csomag tartalmaz, az... Most mentek az anyvára? Igen, de ha nem tartasz fel, akkor gyorsabb leszek. Na, technikai okok után mutatom, van egy karabéner, vödör, vízálló kesztyű, egy tornazsák, akkor maga a mágnes dobozba a 20 méteres kötéllel, ami polipropilén vagy mi a faszom. Ha itt kapunk egy kis kártyát, szóval itt van maga a mágnes, amit rákötöttek, tehát nagyon jó fejek voltak. Amúgy én nem tudnám rátenni. Amúgy én nagyobbra számítottam, de egyébként bőven elég. Wow, hát ez biztos, hogy nem jön le. Így néz ki, és ugye itt van maga a kötél. A mágnes megvan, akkor van hozzá egy foggantyúja, azt hiszem, hú, az meg hozzátapadt a fagyasztóhoz. Akkor van hozzá még kettő ilyen, illetve mágnes ápolási szerek. Azt hiszem ilyen korrózióvédő, meg nem tudom, de egyébként rá van írva. Mindegy, van kettő ilyen még, és akkor még kapunk egy ilyet is. És akkor itt rajta, ja itt rajta is van, hogy hogy kell ráfűzni. Hát jó, vagy jobb is, hogy rárakták, mert már most elvesztem. Na, szóval itt vannak ilyenek, ilyen, hogy mik vannak a boltban, meg stb. Szóval akkor, ja. Tehát a set az itt van. És akkor a következő videó pedig majd arról lesz, hogy kipróbáljuk, milyen a mágnes. Na hát, bocs, hogy ilyen gyors unboxing lett, de így meló után nem tudtam. Már nem vagyok úgy magamnál, mert nem tudtam volna róla úgy bármit mondani, hülyeséget, mert nem akartam. Na mindegy, következő videó az valószínűleg, hogy mágneshorgászós videó lesz, szóval új tartalom a csatornán. Addig is, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, illetve nyomjatok meg a csengőt, hogy semmiféle tartalomról se maradjatok le, illetve nézzétek meg az eddigi videókat is, főleg a kaparós, mert azt mához számítva azt hiszem, hogy két napja raktam fel, igen. Szóval a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!